Az Ökumenikus Világi Manapot minden évben március első pénteken rendezik meg, amelynek mottoja informáltan imádkozni, imádságban cselekedni. Idén Szlovénia liturgiájával, kultúrájával ismerkedhettek meg a résztvevők. Az imádságokat és énekeket a Kecskeméti Keresztény Egyházak, szlovén testvéreik előkészítő anyaga alapján viszik az úr elé. Az alkalmon együtt szolgáltak a református, a baptista, a római és görög katolikus, valamint a házigazda evangélikus gyülekezet tagjai. A világszinten sok országban megtartott ökumenikus imanap végén szlovén ételeket és süteményeket lehetett megkóstolni a templom karzatán.